Bogyó és Babóca, hónapok meséi, október. Októberi mese. Októberben egy napsütéses napon Vendel a szarvasbogár és Gömbi a virágbogár gesztenyét gyűjtött az erdőben. A legtöbb gesztenye már kigurult a gumóból, szép fényesen csillogtak a fák alatt, de olyan is akadt, ami még a tüskés gesztenye gumóban rejtőzött. Nézd csak, milyen szép, lelkendezett Gömbi! Ketté vált a gumó, de a gesztenye még ott lapul benne, mint egy kisbaba a bölcsőben. Hamarosan teljesen teleszedték a kosaraikat gesztenyével, és elindultak hazafelé. Otthon készítünk a gesztenyékből figurákat, gombát, kukacot, hóembert, jó? Kérdezte Vendel. Jó, ugrándozott boldogan Gömbi. Nem sokára megérkeztek a szarvasbogár fekete házához. Nyomban munkához is láttak. Vendel kis kézifúrókat vett elő, papírt, ragasztót, fehér festéket, és persze fapácikát, vagyis néhány dobozt jufát. Mindketten hozzáfogtak, és egy-kettőre tele lett az asztal szebb-nészebb gesztenye figurákkal. Fabrikáltak rákot, cicát, nyuszit, békát, kakast, oroszlánt, kukacot, macit, elefántot, pókot, kisegeret, sünit, malacot, zebrát és hóembert is. Amiket én készítettem, azokat hazaviszem magammal, döntött el Gömbi. Jó, bólintott Vendel, és berakta Gömbi figuráit egy dobozba. A két barát elindult Gömbi háza felé. Hamarosan megérkeztek a tulipán ablakú sárga házikóhoz. Segítek kipakolni a figurákat, mert nagyon sérülékenyek, könnyen szétesnek. Tegyük fel őket a polcra, javasolta Vendel, de ahogy beléptek, nyomban felkiáltott. Hű, micsoda rendetlenség van itt, Gömbi! Ugyan dehogy, én mindent megtalálok itt, hidd el! Nem hiszem, és a gesztenye figurákat mégis hova tegyük ebben a rumliban? Várj, mindjárt szorítok nekik helyet a polcon, mondta Gömbi. Felállt a székre, és odébb tolta a polcon sorakozó könyveket. Így, ni, már is van helyük, állapította meg elégedetten. Ez így nem lesz jó, Gömbi, rakj rendet, szívesen segítek, ajánlotta Vendel. Nem szeretek rendet rakni, szögezte le Gömbi.
De így tönkre mennek a játékaid, megsérülnek a dolgaid, és különben is. Nem hiszem el, hogy itt bármit is megtalálsz. Miközben Gömbi tiltakozni próbált, véletlenül belerúgott a pöttyös labdába. A labda feldöntötte a rakétát, a rakéta elgurította a kisautókat, a kisautók fellökték a robotot, az pedig felborította a könyvkupacot. A kupac tetejéről nyomban lezuhant a meseszép mézes kalácsház, amit a virágbogár Lilitől, a rózsabogártól kapott karácsonyra. Ó, ne, ezt Lili sütötte nekem, mutatta Wendelnek. Ez sajnos tönkre ment, Gömbi. Ha jobban vigyáztál volna rá, akkor semmi baja nem lenne, csóválta a fejét a szarvasbogár. Megkérem Lilit, hogy süssön egy másikat, pityergett a virágbogár. Jól van, menjünk át Lilihez. Utána viszont rendet rakunk, jó? Kérdezte ellentmondást nem tűrve Wendel. Jó, egyezett bele Gömbi. Elindultak a keskeny erdei úton, és rövid sétával elérkeztek a rózsabogár házához. Lili nagyon megörült nekik, és betessékelte őket az otthonába. Lili, tönkrement a mézes kalácsház, amit készítettél nekem, vallotta be Gömbi. Jaj, ne, Gömbi, nagyon sokat dolgoztam ezzel az ajándékkal. Tudom, és sajnálom, véletlenül összetört a rendetlenségben, de megígértem Wendelnek, hogy rendet rakok a szobámban, szipogta Gömbi. Kérlek, süss nekem egy másikat, szólt a kis virágbogár. Csak karácsonykor szoktam mézes kalácsot sütni, de nem bánom, megsütöm újra. De most már vigyázz rá, válaszolt megenyhülve Lili. Vigyázni fogok. Ha készen vagyunk a rendrakással, meghívlak és megmutatom, milyen szép lett a szobám, fogadkozott Gömbi. Hazaérve Gömbi végignézett a szobán, és eltűnődött, hol kezdje a rendrakást. Hatalmas ez a kupac, sosem fogy el, panaszkodott Wendelnek. Csak elkezdeni nehéz, aztán már menni fog. Fogd meg az első dolgot, és tedd a helyére. Aztán a következőt, majd a következőt, és meglátod, egyszer csak minden a helyére kerül. Biztatta a szarvasbogár. Gömbi munkához látott, és csak hamar élvezni kezdte a pakolást, mert előkerültek olyan kincsei, amiket már eltűntnek hitt. Nézd, itt van a manó, meg a kedvenc buszom is, újságolta boldogan. Később csatlakozott hozzájuk Bogyó és Babóca is. Mind segítettek Gömbinek a rendrakásban és takarításban, hamarosan csillogott és villogott a ház. A Katica lány még a függönyöket is kimosta. Épp az utolsó simításokat végezték, amikor betoppant Lili. Készen van az új mézes kalácsház, újságolta büszkén, és átnyújtotta Gömbinek a remek művet. Épp olyan volt, mint Gömbi háza, csak kicsiben. Köszönöm, sokkal szebb, mint az előző, mondta boldogan Gömbi. Cserébe neked adom valamelyik gesztenye figurámat, bármelyiket választhatod. Jó, köszönöm, mosolygott Lili, a hóembert választom.